Délfelé haladva alakítják ki a járdaszigeteket, a közút Kft. Szakemberei. Az építkezés során már az önkormányzat épület előtt halad a munka. Mirtföldkőhöz érkeztünk, mivel hogy jövő hétfő, illetve keddi naptól teljes egészében le kell zárnunk a megállást, tehát gyakorlatilag ezen a szakaszon itt meg fog szűnni a parkolás, mivel hogy már idáig eljutottunk a burkolatépítése, még parkolót kell is föl kell bontanunk ugye az egész meglévő rendszert. Igyekszünk még mielőtt a májusi elsők ideérnek a fő burkolatokkal elkészüljük. Hát burkolatépítéssel lassan-lassan végezni fogunk, ugye szegélyekkel kiértünk, parkolási sávok is készülnek, és hát azt követően jönnek az olyan munkák, amik nem annyira látványosak, de ugye ezeket is el kell végezni, az összes csatorna beleszködve az elfolyó rendszerbe, tovább telepítjük az öntözőrendszert, készítjük elő a zöld területeknek a végső formáját, ott szegélyezési munka. Nagyon-nagyon sok minden vissza van, de úgy gondolom, hogy jól tartunk, vagy jó ütembe tartunk jelen pillanatban. Az időjárás kegyes volt hozzánk, igyekszünk minél előbb végezni. Két gyalogátkelőt építenek meg, melyek biztosítják majd a gyalogosok számára a biztonságos átkelést az úttesten. Ugye két darab új gyalogátkelőhely létesül, a régi postai gyalogátkelőhely megszűnt. A két gyalogátkelőhelyel tulajdonképpen ez a szakasznak a gyalogos átkelés forgalma meg fog oszlani, mert ugye megmarad a kopári sarki lámpa, illetve a legvégén ugye a lámpás csomópontnál. A kiépítések elkészültek, ahogy lehet látni itt az önkormányzat előtt, és tulajdonképpen ezzel most már a végleges formáció kezd kialakulni a területen. A legfontosabb az, még egyszer mondom, hogy megállni jövő hét keddi naptól nem lehet mindaddig, amíg teljes egészében a forgalomnak az új nyomvonalat át nem tudjuk adni. Ez várhatóan ilyen május közepe lesz, amikor már az új nyomvonalon kétszer egy sávba 30 km-es sebességkorlátozás mellett haladhatnak a járművek, mert azt követően mi már csak ugye a burkolatokon kívüli területen dolgozunk, nyilván nem zavarja a forgalom, illetve a további munkavégzés. A közvilágítással kapcsolatban Arany Attila, önkormányzati referens tájékoztatta televíziónkat. Nagy nehézségek árán az EON-nal többszöri kört kellett futnunk, de sikerült bekapcsoltatni a közvilágítást, ez a múlt héten megtörtént, és most már hál' Istennek lehetőségünk lesz arra, hogy a nyugati oldalon is kiszedjük a régi kandelláper oszlopokat. Ezek már a héten, tehát a húsvét előtt már elkezdjük bontani őket, és hamarosan lekerülnek, és akkor lehet a kábelezést is elkészíteni az új kandelláberek részére a nyugati oldalon. Gyakorlatilag a közvilágítás maga, ezek a 10 méteres kandelláberek biztosítják az útnak a közvilágítását. A gyalogátkelők helyeknél, illetve a járdáknál ugye vannak alacsonyabbra helyezett ledes fényszórók is, de ugye azt tudni kell, hogy lesz egy díszvilágítás is, azok exkluzívabb lámpák lesznek, azok majd később kerülnek kiépítésre. Azok hol lesznek megtalálhatóak, hogyha így a nézőknek el tudjuk árulni? Hát a sétányokon, tehát a gyalogos forgalom, ahol lesz, illetve a több helyen lesznek olyan padok, amiben világítás lesz beépítve. Tehát az elég látványosak lesznek ezek az elemek. Húsvét után, április 6-ától nem lehet parkolni az egész Rákóczi utcában, tehát az OTP és a gyógyszertár előtti szakasz előtt sem, ezért arra kérik a gépjárművezetőket, hogy amennyiben tehetik, kerüljék el a belvárost, illetve parkoljanak a Hősök terén és a könyvtár mögötti parkolóban.